Az előzetesen kiadott menetrendhez képest változásokkal indul a 2021-es Rally Magyar Bajnokság. Mindez pedig természetesen a pandémia miatt történt, ugyanis a korlátozó intézkedések még nem teszik lehetővé az eltervezett menetrend lebonyolítását, legalábbis a Miskolc Rally esetében még nem, de további módosítás sem kizárt még. Erről is az esztendő várató további történéseire kérdeztük 2020 abszolút magyar bajnokát, Hadik Andrást. A COVID-19 vírus okozta világjárvány nehézségei közepette szerezte meg 2020-ban az összetett magyar bajnoki címet a Rally Országos Bajnokságban a miskolci Hadik Kertész páros. Már maga a versengés sem volt hétköznapi, hiszen szó szerint az utolsó méterekig tartott a párharc a végső győzelemre is esélyes párosok között. Ám a java még csak az évad vége után következett, hiszen a bajnoki versenyfutásban alulmaradó Turán Frigyes megóvta Hadik András versenypályán elért győzelmét, ám végül az óvások ellenére is maradt a versenyben elért végső sorrend. A magyar bajnoki címet újra elnyerő miskolci autóversenyzőtől legelőször arról érdeklődtünk, ott lesznek-e majd a mezőnyben, indulnak-e majd a futamokon, részt vesznek-e a sok nehézség közepette majd a 2021-es esztendő küzdelmeiben. Igen, fogunk nevezni. Az a terv, hogy Magyarországon fogunk versenyezni az idén is, és ha lesz rá lehetőségünk, egy-két külföldi versenyt azért megpróbálnánk beiktatni. De ez még nagyon képlékeny, ami biztos, hogy Magyarországon versenyezni fogunk. Változik-e a tavaly remekül vizsgázó versenyautó, módosul-e a csapat háttér? A tavalyi év tapasztalatait nem szeretnénk kidobni a kukába, úgyhogy megpróbálunk onnan elindítani ezt az évet, ahol tavaly abba hagytuk. Mindenféleképpen az év végére már egy sokkal jobb beállítás, sokkal jobb dolgokat ki tudtunk az autóval találni, amitől gyorsabb lett. Úgyhogy ezt próbáljuk meg, ezt a vonalat továbbvinni. A beszélgetés ezen pontján kanyarodtunk vissza a bevezetőben már említett témához, vagyis arról érdeklődtünk, a sajnálatos végjáték hullámai elültek-e már, hiszen a szezonzárás után az újabb bajnoki cím megünneplése helyett kellemetlen napok vártak a miskolci versenyző párosra. Megmondom őszintén, ott persze először nem is úgy mondom, hogy idegesített, egy kicsit rosszul voltam tőle, de igazából azért, mert nem tudtam hova tenni, hogy most ő tulajdonképpen mit akar. De hát, vagy mit akar ezzel az egész dologgal, mert hát ugye volt egy szabály, ráadásul ő is igennel megszavazta, mert benne volt a bizottságban, majd ennek ellenére máshogy kezdte értelmezni, de hát ez legyen az ő dolga, ezt neki kell saját magában rendbe rakni, hogy most ő mit gondol erről, én ezt nem tudom. Így utólag visszagondolva történésekre, nem lett még édesebb a siker a sok-sok nehézség miatt? Az egy jó dolog volt, én úgy gondolom, hogy ugye amikor 18-ban is bajnokságot nyertünk, akkor is egy ilyen kiélezett csata alakult ki a végére, és ez most is így volt, és én úgy gondolom, hogy magának a versenynek, az autósportnak ez jót tesz, hogy az utolsó verseny, utolsó gyorságig harcolni kell egy bajnoki címért. Az, ami meg utána történik, arra meg már nekünk nincs kihatásunk. Áttérve a még a versenyzők előtt álló 2020-as esztendő eseményeire, azóta már kiderült, hogy a Boldogkőváraljai futammal indul majd az év, amit tulajdonképpen a Miskolc Rally lesz. Nem lesz új terep, gyakorlatilag a versenyközpont és a szervizpark lesz új helyen, de gyakorlatilag ezek Miskolcról is gyorsági szakaszok. Ugyan már megjelent a kiírások benne vannak a gyorságik, ezek régen szerepeltek a Miskolc Rally programjába, úgyhogy nem lesznek ismeretlenek a pályák. Így indult tehát rally szempontból az év. Az összeállítás elején említette már Hadik András, hogy terveik szerint, amennyiben lehetőségeik megengedik, több külföldi versenyen is rajthoz állnak majd. Ez az elem egyre több magyar versenyzőpáros tervei között bukkan fel, és kap a hazai élvonal szereplői között is egyre nagyobb szerepet. Milyen pluszt adhat ez az érintetteknek? Miért kap egyre nagyobb hangsúlyt a más országok versenyein történő rajthozállás? A rally az gyakorlatilag arról szól, hogy nagyjából ismeretlen pályákat feldolgozunk egy pályabejáráson, és utána megyünk, ami utcai autóval történik, és utána versenyautóval megpróbálunk a lehető leggyorsabban végigmenni a szakaszokon, úgyhogy a navigátor mondja, hogy mi fog következni. És ugye amikor már Magyarországon én már gyakorlatilag 92-93-tól realizok, az már majdnem 30 éve, úgyhogy azért eléggé ismerős az összes gyorsági szakasz, gyakorlatilag nem nagyon vannak új dolgok itt, és én úgy gondolom, hogy mindenki vágyik egy kicsit erre az izgalomra, erre az újra, hogy új dolgokat fedezzünk fel, új gyorsági szakaszokon versenyezzünk.
Zárszóként pedig talán a legfontosabbról, ugyanis bajnoki címvédőként vág neki az idei szezonnak a miskolci pilóta és navigátor társa. A háttér a lehetőségek okán, hiszen technikai sportról van szó, aminél ezek a tényezők elengedhetetlenek, újra lesz lehetőség az aranyért küzdeni? A címvédés a cél? Hát persze, mindig az a cél, hogy nyerni szeretnénk, aztán, hogy mi lesz az idén, hogy alakulnak a dolgok, az majd a jövő kérdése. A Boldogkő rallit a tervek szerint április 17-én és 18-án rendezik majd meg a már említett módon. De mint arról Adamovics Márka verseny főszervezője, a DVTKSS szakosztály vezetője a sajtóban már említést tett, a világjárvány miatt életbe léptetett korlátozások okán az örök népszerűségnek örvendő népkerti prológot sem tudják majd megrendezni.